Idő nincs meghatározva, hogy mennyit foglalkozzunk, vagy mennyit játszunk a kutyával. Itt azt lehet csak elmondani, hogy természetesen minél többet tudunk a kutyával foglalkozni, annál jobb. És szándékosan nem játékot mondok, hanem foglalkozást, mert a foglalkozásnak egy központi része a játék, de a foglalkozás tulajdonképpen az is, amikor együtt vagyunk a kutyával. Ha nem is közvetlenül vele törődünk, hanem csak egy légtérben együtt vagyunk vele, ez segíti a tanulást, a szociális tanulását is akár, és az értelmi képességeinek a minél gyorsabb kibontakoztatását. Tehát az inger gazdagság az önmagában tanulást jelent. Az inger szegénység az hátráltatja a tanulási folyamatot. A játék természetesen központi eleme az oktatásnak és a foglalkozásnak, hiszen minden, amivel a kiskutya felé fordulunk, azt a kutya játéknak fogja föl, és az így is van rendjén. Én azt gondolom, hogy a játékos együttléteknek a száma, azt annyit lehet erről elmondani, hogy minél többször keveset, az többet jelent a kiskutyának, mint hogyha egyszer elővesszük őt, mint egy fiókból kihúzva, és akkor egy órát eltöltünk vele, majd visszadobjuk a fiókba, és nem törődünk vele. Tehát inkább többször, akár együtt élés formájában ez nagyon-nagyon gyors tanulási eredményeket hoz, hiszen ahogy mondtam, az inger gazdagság alapvetően meghatározza a gyors szocializálódást is, és az értelmi képességeknek a kiteljesedését is.